melyik földes úr alatt építették a tolnai templomot, és mikor? Egy-egy jelképes ajándékot nyerhettek azok, akik helyesen válaszolták meg a kvíz kérdéseket. Mi volt a neve azoknak a bárkáknak, amin a sváb telepesek a Dunán Tolnára jöttek? A kétnapos bárkafesztivál első estéjén, szeptember 8-án pénteken helyi és környékbeli zenekarok, illetve hagyományőrző egyesületek léptek színpadra. Délután 5 órakor Kovács Béla amatőr festőnek a kiállításával megnyitottuk a bárkafesztivált. Nagyon szép számmal gyűltünk ott is, összeteli volt a kiállítóterünk, és ugye már most itt vagyunk lent a Dunaparton, itt meg 6:30 kezdetét vette a bárkafesztivál. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület és a Bogyiszlói Zenekar szórakoztatta a közönséget népzenével, és lassan már érkezik a Csíkzenekar, elkezdték már a hangosítást, a beállást, úgyhogy 8:30 meg kezdetét veszi a 90 perces Csíkzenekar műsora. Ezzel készültünk mára, majd utána még a másképp zenekar fogja befejezni a napot. A Csíkzenekar után éjfélig tart a programunk, és akkor holnap reggel már 8 órakor kezdünk a halfőző versennyel, illetve a Dunamenti Polgári Egyesületnek a családi napja is becsatlakozott a programunkhoz. Úgyhogy népes közönséget várunk, több mint 30 főző csapat jelentkezett. Értékes nyeremény fog majd odaítélni a 3-tagú szakavatott zsűri. Úgyhogy a főzőversenyt követően 4 órakor találkozunk itt szintén majd a Dunaparton, helyi zenekarokkal, aztán László Attila műsorával, őt követően pedig a Vastag Tamásnak a műsorával, majd a Walking Mama zenekar zárja a bárkafesztivált, szintén éjfélig fog tartani a program. Hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, a pikvele lát kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű más kenyeret, keserű is, ha volt jó is, néha-néha csiralmas is. Én gondolom, hogy ennek már van egy múltja, van neki hagyománya. Én még arra is emlékszem, hogy ez nem is bárkafesztivál volt, hanem annó még telen a fesztivál volt, amikor ez az egész elkezdődött ilyen 20 évvel ezelőtt. Akkor is itt lent a Dunaparton voltunk, nem ilyen szép környezetben, mint most vagyunk, és hát évről évre, és nyilvánvalóan ez a városi lakosság szempontjából is fontos, hogy itt nyáron, nyár végén ki tudjanak mozdulni, és hát nem utolsó sorban, mint kulturális intézményvezető nekünk az a dolgunk, hogy valami olyan produkciót tudjunk idehozni, ami azért elnyeri minél több embernek a tetszését, úgyhogy mi ma is, vagy a mostani hétvégével is így készültünk, úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sok embernek tudunk ezzel a két nappal örömet szerezni. A Bárka Fesztivál programjai szeptember 9-én szombaton folytatódtak.